1867 után a Magyar Királyság, és ez nagyon-nagyon fontos, a trianoni szerződés szempontjából, barátellenség dihotómiába, Európa liberális minta országává, minta államává válik. Ezt mondok egy pár példát, hogy ez mit jelent, mert erről egy egész féléves egyetemi óra sorozatot lehetne tartani, bár unalmas az eszmetörténet, de aki szereti, annak nagyon izgalmas, hogy az eszmék hogyan, milyen, hogy mennek át a politikába, szabadságjogból hogyan csinálnak törvényt, szólásszabadság, vallásszabadság, vállalkozási szabadság zsidóság szempontjából döntő jelentőségű, de majd a zsidóságról kicsit később, egy-két mondatot. Azt jelenti a liberális mintaállam, hogy a liberális szabadságjogok, amiket a baloldali kollégáim úgy szoktak nevezni, hogy és nem is helytelenül, hogy polgári demokratikus szabadságjogok, ezeket mind a különböző szabadságjogokat, tehát szólásszabadság, és amiket az előbb mondtam, meg még tízszer annyit, Magyarországon bevezetik, és kőkeményen alkalmazzák. Mondok egy példát. 1867 után, tehát a magyarországi kiegyezés után, a nagyhatalmiság még, azt mindjárt elmondom, 1867 után Európában nagy népmozgás volt a cári Oroszországból, a Román Királyságból és az osztrák-magyar monarchia osztrák felének, tehát a Lajtán túli területek, vagyis a Ciszlajtániának a Galícia nevű tartományából székvárosa Krakkó 1846-tól tartozik Ausztriához, maga Galícia 1815-től. Óriás nagy zsidó bevándorlás indul meg Nyugat-Európa felé. A nyugat-európaiak próbálják ugye a szőr mentén, mert a liberálisoknál vannak szavak, amiket nem illik kimondani, mert szörnyűség. Például a zsidószót nem illik kimondani, de ez engem nem ér, nem vagyok liberális, én kimerem mondani, korrekten, kulturáltan természetesen. A zsidóság elindul nyugat felé. És tessék elképzelni, hogy három országban, Trianonban mind a hármat szétszúzzák, Versailles-ban és Trianonban, a német császárság, az osztrák császárság és a magyar királyság, ez a kettő együtt van, mint nagyhatalom. Ebben a három országban nem szabályozzák, tehát magyarán szólva nem állítanak gátat a zsidóság bevándorlása elé. Ezért aztán nagyon érdekes folyamatok indulnak meg, csak egy párat mondok, ez a második magyar liberális nemzedék, itt kezd szerintem kifiszamodni. Itt kezd kifiszomotni a magyarországi liberalizmus, ugyanis a Szegfi Gyula adatát mondom, bár különböző mindenféle adatok vannak, de nagyjából ugyanazok a számok. A reformkorban a Magyar Királyságnak 11,5 millió lakosa van, abból 241 ezer zsidó. 1910-ben az utolsó integer magyar királyi népszámlálás idején a 20,9, kicsit fölfele kerekítve mondom, durván 21 millió lakosból 911 ezer zsidó vallású ember van. A 911 ezerből körülbelül olyan 850 ezeren izraelita vallású, leszámítva keresztényi kikeresztelkedettet, izraelita vallású magyar nemzetiségűnek mondják. Így lesz az a furcsa helyzet, és itt egy tragikus folyamat indul a magyar történelemben, hogy tudni kevés a magyar. Egy román történész, egy Lupás nevű két háború között élt román történész írt egy könyvet, Granica de Vest, a nyugati határ, a román-magyar határról, és ebbe a könyvbe, ezt Kolozsvárt olvastam, ez magyarul nincs meg, Kolozsvár egyetemi könyvtárban, ott megvan, eredeti példányban. Azt írja, és igazat mondott a román kolléga, hogy 1867-ben a magyarországi lakosságnak csak 44,4%-a volt magyar. Na most ez a 44,4%, ez fölment 1910-ben 54,5%-ra. Tehát 10,1%-es növekedés volt. Igen, ám csak úgy, hogy a zsidósággal. Legalább 850 ezer zsidó a 911-ből azt mondta, hogy ő magyar nemzetiségű, de izraelita vallás felekezetű, leszámítva, aki katolikus, református, stb. Evangélikus lett. Főleg a református egyházban sokat befogadtak. És miért lényeges ez? Az egész zsidó kérdés akkor. Azért lényeges, mert először is én azt olvasom a The Times of Israel nevű honlapon,
meg a Mazsihisz honlapon. Tessék elolvasni a Mazsihisz honlapra, mert mindenki olvassa, annak van egy ilyen történész, a zsidóság története, nagyon érdekes dolgokat tud meg az ember, én tanulok abból, de a történelmi szemléletük a magyarsággal kapcsolatban ellenséges. Ugyanis azt mondják, hogy a magyarok azok a zsidókat elnyomták már a dualizmus idején. Na most ennek pont, én pont fordítva tudom. Nézzük a tényeket. Nézzük a tényeket. Teljesen lecsupaszítva a tényekre. Hát ugye a liberalizmus az Európa minden országában kapitalista, most egy balos kifejezést használok, termelési módot, magyarul kapitalizmus csinál. A liberalizmus és a kapitalizmus az az életnek, a történelmnek az egyik a liberalizmus az eszmei része, a másik a gyakorlati termelési része. Összetartozik. Magyarul, ez így van Franciaországban, Angliában, Anglia a világ műhelye, a tengerek királynője, ismerjük ezeket az igaz, megalapozott mondásokat. Egy főiskolán nemzetközi gazdaságtörténetet tanítok. A világ legunalmasabb, de egyik legfontosabb disziplinája a gazdaságtörténet, mert megérthetőek politikai, eszmetörténeti folyamatok is belőle. És Magyarországon az történik, hogy a kapitalizmust, a kapitalista termelést, a kapitalista pénzügyi rendszert, a bankrendszert, a kapitalista, ugye a 19. században, tehát 914 előtt a legfontosabb energiahordozó az nem a kőolaj, az pláne nem a makasadás, az atomerőmű, Pax 2, hanem a szén, a fekete szén vagy a barna szén, ugye a Magyar Királyságban minden van. Fekete szén is, barna szén is, minden. Gyakorlatilag Magyarországon a kapitalizmust a zsidóság csinálja meg. Ugye a zsidóságnak, mint egy Bogár László szokta ezt mindig mondani, amikor egy kocsmában vagy itt-ott ülünk, hogy a közgazdász Bogár, hogy azért figyelj, ez a nép 4000 éven keresztül arra szocializálódott, hogy ha éjjel kettőkor fölébreztik, akkor nem azt mondják, hogy hol vagyok, hanem azt, hogy adok négyet, te mennyit adsz rá. Tehát tehetséges, tudnak ipart, gazdaságot, főleg kereskedelemből csinálták. Ezért van az, hogy a kelet-európai tőkés világ, a kapitalizmus, az kereskedelmi tőkével alakul. Ennek pedig a zsidóság az oka. És a kereskedelmi tőkét fekteti be a Deutsch Izsák és társa a 60-i cukorgyárba. És kérem, olyan hatalmas eredményt ér a zsidóság a kapitalizmusban, hogy egyrészt kiszorítják a magyarokat, ez véresen nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon súlyos komoly dolog. 1910-ben a budapesti ügyvédek, a magyarországi ügyvédek 55,8%-a zsidó volt. És így tovább. Így tovább. Ez nagyon érdekes. Tessék? Hát nagyon furcsa és érdekes adatokat hall az ember a mostani helyzetről. Úgyis a zsidóság aránya most is ugyanannyi a kisebb ország lakosságban most, mint akkor volt a 21 millióban, 910-ben. Nagyon érdekes. Gyakorlatilag Magyarországon a kapitalizmust a zsidóság teremti meg. Ezt ha akarom pozitívnak veszem, ha akarom negatívnak veszem. Vannak pozitív oldala is, a pénzrendszer, a befektetés, nagyon értettek hozzá. És olyan eredményeket értek el a zsidóság, hogy 929-ben, ha a magyar zsidó lexikon, második kiadása már csak zsidó lexikon, tudják, ez az effektus, az amerikai magyar népszava. Orbán Viktor leveszik a magyar szót, amerikai népszava. Na, azt érdemes olvasni. A Bartos úrnak a cikkeit, nagyon érdekes. És ugyanakkor nagyon komoly negatívumok vannak, mert a magyarságot kiszorítják a szellemi pályákról, a szabad foglalkozásokról, orvosi, ügyvédi, ez a két legfontosabb szabad foglalkozású életpálya. Kiszorítják a kultúrából, színházak, ugye? A magyar műfajnak tartják számon, például csak egy példát mondok, az operettet. Tudják, bocsánatot kérek, hogy most egy kicsit művészkedni fog, Unöcilim, som unöcilim, drága kis kutyám. Bocsánatot kérek, remélem élethű volt. Tényleg ez volna a magyar kultúra? A magyar operett? A magyar operettől csak annyit szeretnék mondani, hogy az operett szerzők, azok mind osztrák állampolgárok lettek,
mert hogy az osztrák adózás az kedvezőbb volt. Egyik helyen 20%-ot, a másik helyen 10%-ot Ausztriába kisebb adót kellett fizetni. A magyar operett, de jure osztrák operett. Nagyon-nagyon érdekes, és a harmadik Adi könyvemben, mert itt van az első, második, és lesz egy harmadik is, azt most írom, Adi Endre és az operett. Nagyon-nagyon érdekes, hogy a népszínművet, János Vitéz, meg a stb. Kacsó Pongrácz, ugye, keresztjén tanító, hogyan szorítja ki az operett. És Adi azt írja, hogy pokolba a népszínművel, paraszlányok, paraszlegények énekelnek nekünk a modern színpadon Budapesten. Tudják erre, mit ír Szegfi Gyula, meg Horváth János korabeli irodalomtörténész? Hát igen, a budapesti belvárosi színház látogató közönségnek nem sokat mondottak a Hári János, meg a János Vitéz, meg az Iluska. Nekik az operett kellett, és az operettbe jön egy művilág. Tessék eljárni, operettbe jön egy művilág. A katonatiszt, aki csattogtatja a bokáját, és stb. És hősies, és a helyzet az, hogy ezek a zsidó operett szerzőink, ezek tehetséges zenészek. Olyan gyönyörű dallamokat találnak ki, hogy fantasztikus, Csárdás királynő. Mindegy, nem bonyolodok bele, zavarba kerülök, nem vagyok teljesen operett szakértő. Tehát a kultúrát átvezik a sajtó. Az első 1914 előtt és 67 után, főleg a 80-as évektől, 73-ban van egy nagy gazdasági válság Európában, ez olyan, mint ami az elmúlt 5 évben volt. Több tízezer vállalat Európában lenullázódik, Magyarországon is, így van, és akik életben maradnak, azok csinálják meg a magyar kapitalizmust. Tessék elképzelni, hogy 1910-ben a Magyar Királyságban 5000 bank van és takarékszövetkezet, pénzintézet van. Ebből 5 nagy és 4995 közepes, meg kicsi. Az 5 nagy, az 5 zsidó család kezébe van, de az 5 zsidó család ezek összeházasodnak. Az egyik bankár leányt, azt egy Rothschild, hát ugye ez volt a csúcs, azt egy Rothschild fiú vette feleségül. Nem azért, mert lehet, hogy szerelem is volt benne, nem tudom, viszont tény az, hogy a Rothschildok bejöttek Magyarországra. És a parlamenti képviselési naplóba megdöbbentő beszédeket lehet olvasni, hogy a Salgó-Tarján Rimamurányi vasműtől kezdve ugye milyen nagy vállalataink tartoznak a Rothschild család érdekeltségébe. Úgyhogy itt nem a Rothschildokat tudják tulajdonosnak, hanem a Goldstein bácsit. Vagy a Deutsch Izsák bácsit, aki persze, ezt kezdtem az előbb mondani, csak nem fejeztem be, a 929-es magyar zsidó lexikon szerint, ez hivatalos, tehát ők ezt jól ismerik, a zsidó lexikon szerzők, a király 1871 és 1918 között 26 zsidó családot bárói rangra emel. Báró Hatvani Lajos. Ugye a Deutsch-féle hatvani cukorgyár tulajdonosai, Báró Hatvani Lajos, aki magyar arisztokrata Báró Hatvani Y-nal Lajos, viszont az Adi Endre Jászi Oszkár féle a Nyugat című szabadkönyves folyóiratot támogatja. A Nyugat című szabadkönyves folyóirat 908. január 1-én indul, az egy Weigelsberg Hugo, a Budapesti Demokrácia nevű szabadkönyves páholy, itt leírom ebben a narancssárga könyvembe, szabadkönyvese, és Ignótusz nevet választ, mert még Weigelsberggel főszerkesztőnek lenni, az nem illik Magyarországon, hogy a Rákosi Jenő, a kis Wabenberő is, a Kremszner, vagy mi volt Kremszner, Rákosira magyarosít. Hát, még a Rákosi elvtársat nem tudta előre szegény. Ne, hogy úgy mondjam, nem ugyanaz a család, a Rákosi Jenő, meg a Rákosi Mátyás. No, tehát a lényeg az, hogy Magyarországon a zsidóság a számaránya 5-6%, 5,5% volt általában 10 évenként volt népszámlálásnál. A tulajdon viszonyokban, a tulajdonszerzésben és a szellemi sajtó, színház, iskola, stb. A tudományban. Hát a Fraknói Vilmostól kezdve a végig a tudományos mint most. Csak az akkori zsidó akadémikusok, azok magyar érdeket képviseltek, Fraknói Vilmos, ugye? És a többiek, hadd ne mondjam a neveket, annyira nem érdekesek. A mostani ez a mélypont az akadémia szerint, úgyhogy megbeszéltem a Magyar Hírlappal, egy nyílt levelet fogok írni, nem tudom kihez, hogy már ott már csináljon már valaki rendet, mert a tűrhetetlen állapot, ugye nem az atomfizikusainkkal van baj, hanem a Gyáni Gábor akadémikussal.
a Trianoni szemlét, meg a Nagy Magyarország című történész konzervatív lapot, semmi szélsőségesség, egyikbe sincs, azt mondta, hogy a magyar történetírás legalja. Ja. No, tehát a dualizmus az a második liberális nemzedék időszaka. A zsidóság az támogatja Magyarországot, de elsősorban a saját érdekét támogatja. Azt írja Szegfi Gyula, hogy az volt akkor az elképzelés, és azért fogadták el a nagyarányos zsidó bevándorlást keletről, egyébként nyugatról és Svájcból is jöttek zsidók, csak egy nevet, Gantz Ábrahám, Gantz Művek. Az svájci ember volt. Magyarország a 19. század második felében Európának az USA-ja volt. Minden elérhető. Csak oda kell menni, és Szegfi Gyula írja, magyar ruhát venni, lenyírni a lelógó hajszálakat, és lehetett vállalkozni. És ez realitás volt. Tehát nem gúnyolódok, ez realitás volt. Történelmi realitás volt. A zsidók megéltek vele. Hát ez a helyzet. Ez a helyzet. A második liberális nemzedék megteremti, tehát összegezve a liberális magyar mintaállamot. Csak egy példát mondok zárójelbe, és akkor folytatom a pontok beszedést, hogy mit is teremtettek meg, amiket most elmondtam. Például nemzetiségi kérdés. Magyarországon sok mindenféle nemzetiség volt, a tótoktól le a horvátokig, és a szerbektől a erdélyi románokig, és így tovább, szászok, cipszerek, németek, stb. Európa egyetlen országában hoztak nemzetiségi törvényt, az 1868 kiegyezés után másfél évvel pontosan, 68/44. Törvénycikket, ami kollektív jogokat adott az élet egy bizonyos területén, az egyházak ügyében a magyarországi nemzetiségeknek. Kérem, Magyarország 1868-ban fejlettebb, modernebb, liberális törvényhozást, kezést hozott, csinált, mint most Szlovákia meg Románia. Akkor csodálkoznak a szlovák sajtó, amikor múltkor Kassán volt előadásom, azt mondtam, hogy Szlovákia a Európa legsovinisztább országa. Hát így van. Így van. Így van. 100 ténnyel tudnám bizonyítani, de ez most nem ide tartozik. A lényeg az, hogy tehát liberális mintaállam, Magyarországon több szabadságjog volt, mint Franciaországban, mert Franciaországban a vallonokat, a flamandokat, a bretonokat, az okszitánokat a francia forradalom idején fizikailag kiirtották, alig maradt belőlük. Tessék utána olvasni, főleg az okszitánokat, meg a bretonokat. Durván kiirtották, tehát fizikailag rárohant a hadsereg, és annyi. A másik az, hogy Magyarországon is létrejön a liberális mintaállam teljes állami jogi és szabadságjogokat biztosító szerkezete mellett létrejön a kapitalizmus. Itt egy hatalmas gigszer történik, mert még Németországban is ott van a zsidóság, meg Ausztriában is, de például Csehországban. A cseh ipar az virágzik. Ellátja a hatalmas nagy birodalmat. A magyar ipar is valamennyire, de hát ugye meg kell küzdeni az osztrák meg a cseh iparral. És hát gyakorlatilag, hogyha a kapitalista termelőegységek nem magyar kézbe vannak, nem a gazdanépnek, a fiainak a kezébe vannak, akkor a haszon az, mondjuk Magyarországot, most hagyjuk a cseget, nem a magyar zsebbe megy. Nem a magyar zsebbe megy. És aztán ezért mondom, hogy torzul a magyarországi kapitalizmus, éppen emiatt a fai, etnikai, mondjuk zsidó nemzetiségűnek mondom én őket a könyveimben, mivel hogy tessék elképzelni, hogy Bethlen István gróf, aki majd 21-től 31-ig 10 év és 3,5 hónapig lesz a magyar királyság Horthy fasiszta, tudják, Horthy fasiszta miniszterelnöke, ő 913-ban, amikor szimpla országgyűlési képviselő, tehát még a Nagy Magyarországban, ír egy könyvet az erdélyi oláhok birtokvásárlásai Erdélyben. Budapest 1913. Ő említi, de én ennek utána néztem, mert az szerepel, hogy az erdélyi román bankok, 157 bank volt, kisebb-nagyobb bankok, Nagyszebenben volt az Albina nevű román bank, az fogta őket össze, egy Solidaritatea, szolidaritás, ami bankszövetségbe. Hogy ők megvették az erdélyi magyar földbirtokokat, a gentritől ugye, a két FY-os nyavajás gentritől, a földbirtokokat, és kiosztották, na nem a román szegény parasztoknak, hanem a román középparasztoknak. Nagyon tudatos munka. Már-már zseniális. Ha nem románok csinálják, hanem zseniális.
És most tudom meg, öreg fejjel, hogy ez nem csak, ugye még a Bethlen István gróf is úgy tudta, hogy Bukarestből titokba jönnek pénzek az Albinához, és aztán ezen a pénzen megveszik. Ez igaz, a hír igaz, de volt egy másik pénzforrás. Kérem szépen, még két pénzforrás volt. Budapesti öt nagy bank, zsidó családok ugyanezt csinálták. Ez sajnos bizonyítható, ugyanezt csinálták. Most akkor ki az ellenség, meg ki a... Bennünk magyarokban van-e ellenség barát felismerő rendszer, mint a harci repülőgépekben? Azt gondolom, hogy nincs és nem is nagyon volt. És a harmadik pedig, tudják, hogy milyen bankoktól kapott pénzt az Albina és a Román Szolidaritatea Erdély Bank Szövetség, Nagyszebenben? Prágai csehbankoktól. Prágai csehbankoktól, tehát a kisantant, tehát a cseh-román-szerb összefogás már 914-ben, mi vagyunk a nagyhatalom, Gróf Tisza István, Európa egyik leghíresebb miniszterelnöke, valamit mond az összes újságban benne, vagy mit mondta a magyar miniszterelnök, mert nagyhatalom vagyunk, miközben kivásárolják alulunk a földet. A második liberális nemzedék egyik legnagyobb negatívuma, amikor egy nemzet hátsó fele meg talpa alól kivásárolják a vagyont. Nem ismerős ez 990 után? Bocsánat, 88 után? Amikor egy szegedi illetőségű Marosvásárhelyen 1945-ben született úr, Martonyi János a neve, belép a kommunista pártba, és a múltkor Szegeden voltunk a Németh Miklóssal, meg a Bíró Zoltán, a hármunkat hívtak ilyen rendszerváltás, 25 éves, stb. Én Szegedemről voltam kétszer képviselő, és hát így kerültem a két nagy ember közé. És a Németh Miklós mondta, hogy de azt hiszem már le is írta, hogy jelentkezett nála egy Martonyi János nevű fiatalember, 88-ban, és azt mondta neki, hogy miniszterelnök úr, vagy akkor már, azt hiszem akkor már miniszterelnök volt, én be akarok lépni a kommunista pártba, mert látom, hogy a kommunizmusnak milyen nagy jövője van. És fölvették a Martonyi urat, és kinevezték privatizációs kormánybiztosnak. Itt van nem messze Szada. Tessék elmenni megnézni a kastélyát. Ugye? Én értem, az érdekek alapján működnek az emberek, én értem, de erről többet nem is szívesen mondok. De a tény, hogy a privatizációval, ami nem spontán privatizáció volt, nagyon is tudatos, átgondolt privatizáció volt, 990 után is elvették a magyarországi magyarok alól a föld, a vagyont. És ehhez csak érdekességkép egy szlovákiai adat. Tetszenek tudni, hogy Szlovákia Trianon után déli magyar lakta sávja, amikor 38. november 2-án visszakerült Magyarországhoz, akkor a visszakerült lakosságból 1 millió 70 ezer magyar volt, a visszakerült összlakosság 12.000 négyzetkilométert visszavettek Hortiék. Horti nagyságának ez az egyik titka egyébként, vagy bizonyítéka. 86,6% magyar volt a visszatért lakosság. Amikor eljönnek a 90-es évek, egy ilyen nálam egy fejjel magasabb, találkoztam vele Bratislavában, egy Mecsihár nevű ember. Vladimir, azt hiszem. Tessék? Boxoló volt, igen. Ő háromszor alakított Szlovákiába kormányt. Amíg szlovák ember él a földön, a Mecsiár tündökölni fog, mert ő Szlovákia, a mai független Szlovákia megteremtője. Privatizáltak. A déli magyar lakta sávban is. Mit tetszenek gondolni? Ott a vagyonnak körülbelül 91-2% a magyar kézbe volt 45 előtt. A Mecsiári harmadjára miniszterelnök, 90-es évek közepén, második felében, igen. Most abból a vagyomból hány százalékot kaptak vissza az ottani magyarok? 80%-ot? 70-60%? Megmondom, 0,56%-ot. Kicsivel több, mint 0,5%-ot. Hát akkor tegyük fel a kérdést most akkor már, hogy akkor kik a barátaink és kik az ellenségeink. Akik? Azok az ellenségeink, akik a magyar nemzet tagjaitól elveszik a vagyont. Tehát a 90-es évek privatizációja az tipikusan ebbe az irányba hajt. Nézzék meg a milliárdosainkat, vagy ahogy írják az oligarcháinkat. De ezt most hagyjuk.
Megyek tovább, harmadik liberális nemzedék, arról már csak nagyon röviden beszélek, Szepfi Gyula azt mondja, egyetértek vele, 1890-től 1920-ig tart, amíg a hortisták el nem rendezik a baloldalt, akasztófával, börtönnel, elüldözéssel, emigrációba hajtással, vagy egyszerűen csak bikacsökkel agyon meg föl. Tehát a Lenin fiúkat mindenkit felakasztanak, akit megfognak. A harmadik liberális nemzedékben a liberalizmusból kiürül a szabadság gondolat, és új politikai tényezők telepednek bele a liberálisokba. Mondom a neveket. Jászi Oszkár, Jakubovics Ozsiás, Sándor Pál, Schlesinger Pál, a budapesti közművek vezérigazgatója, a budapesti demokrácia páholynak is nagy főmestere, meg két éven át kétszer a Martinovics páholynak is. A magyarországi szabadkőművesség, amikor a legtöbb páholya van, 1917-ben 102 páholy van Magyarországon. Ebben a kötetemben van itt egy szabadkőműves térkép. Igen, pont itt nyílott ki. Ez az első ilyen szabadkőműves térkép, benne ilyen pöttyökkel, ezek a fiatal számítógépes zsenik ezt megcsinálták a kiadóba. 102 és 7400, kicsit kerekítve 7500 szabadkőműves, 75%-a zsidó ember. Méghozzá radikális liberális. Főleg a Martinovics páholyba, meg a Nagyváradi László király páholyba, erről szól ez a könyv, ahol a katolikus, a kereszténység elleni támadást kitalálják. Erről van egy külön előadás, most nem akarom ezt elmesélni. A lényeg az, hogy a harmadik liberális nemzedék radikálisan liberális. Általában zsidó emberek, nem mindenki, vannak közöttük persze keresztény emberek is, mint a világ egyik legnagyobb költője, Ady Endre, akinek a politikai versei kuka. Szeressétek őt is, a vadgeszti bolondot, úrnak magyarnak egyként rongyot, így a Tisza Istvánról, a legnagyobb magyarról. Aki emberként rongy, meg magyarként rongy. Tehát egyszerűen nem igaz, tehát hülyeség, mindegy. Lényeg az, hogy a harmadik liberális nemzedék új Magyarországot akar. Általános titkos választójogos demokratikus Magyarországot, amelyben mindenki egyforma. Igen, nem csak ez a liberális demokrácia. A milliárdosnak papíron, alkotmány szerint, alaptörvény szerint ugyanannyi joga van, mint a szegény tanítóembernek, vagy vidéki tanárembernek, csak ugyanannyi joga van. Csak éppen a jogokat nem tudja úgy használni. Na ez a liberális kapitalista demokrácia. Ez igazságtalan. A kapitalizmusra, a Marxék, pedig akkor még nem volt ez a vérkapitalizmus, a Marxék halál pontosan mondták azt, hogy micsoda. Ezért mondom én, amiért jobb oldalon lehet, hogy én kapok szidást, nem mondtam még senki, hogy lüke lennék, hogy a Marx meg az Engels azok előre látták, hogy mi lesz a kapitalizmus. Ők Anglia kapcsán látták, ahol egy humánusabb kapitalizmus volt. Csak egy adatot mondok, 1914-ben Angliában minden negyedik ember szegényházba halt meg. Szegényházba. Minden negyedik ember. A másik három azonban komoly polgár volt, és a világ leggazdagabb emberei. Amerika csak akkor kezdett fölfele kapaszkodni. Akkor még a feketék, tudják, hogy a feketék meddig nem szálltak föl Amerikába a villamosra? 65-ig! Most láttam egy filmet róla. 65-ig! 965-ig, nem 1865-ig, mint ahogy Romániában, ott ül hátul a Románia szegényben, meddig voltak a cigányok rabszolgák? Kuza fejedelem. 60-as évek közepe, 100 évek korábban. A románok 100 évvel korábban megcsinálták, mint az amerikaiak. Mindegy. A harmadik liberális nemzedék csinálja Magyarországon az 1918-19-es úgynevezett forradalmakat. Ez Magyarország, a történelmi ezer éves Magyarországnak a legnagyobb csapása. Tehát a Szulejmán szultán, aminek a sorozatát holnap este egyesek megnézik odahaza. A Szulejmán az kutya füle volt ezekhez képest. Mert Károlyi Mihály, aki egy keresztény arisztokrata volt, az egy szegény balfácán volt. Egy balfácán volt, de kártékony balfácán, mert hagyta azt, hogy,
miközben volt hadsereg, nem akarta bevetni a hadsereget, a bejövő Erdélybe bejövő románok, meg a olasz tisztek vezette cseh légiók ellen a felvidéken, meg a délvidéken, Misics Vajda szerb vezérkari főnök. Most van egy falu, Motkon mentünk át Eszék felé, vagy hova is. Nem Eszék felé, hanem nem tudom mi felé, mindegy, volt két előadásom Szerbia, meg kettő Horvátországban, de mind a kettő magyar terület volt, és ott van egy Misicevo nevű falu. Náluk a nagy Jugoszláviát, nagy Szerbiát megcsináló politikusnak faluja van, nem csak szobra, hát ott volt a melszobra, persze, természetes, hanem faluja van, a falu magyar nevére már senki nem emlékszik. Ráadásul telepes falu, tehát Nis környékéről vittek oda, visznek majd a 20-as évekből a szerbeket. Na mindegy, a lényeg az, hogy 18-19, az a magyar történelemnek, én nem szeretek azzal a szóval játszani, hogy hazaárulás, meg stb., az egy nagy csapás volt. És akik azt csinálták, a Károlyék, és aztán a Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztárság, hát ők túl sok kíméletet, túl sok jót nem nagyon lehet benne találni. Szóval amikor amikor a bírói ítélet az első kommunista diktatúra idején, tudják az, hogy zajlott, a Lenin fiúkkal Sámuel Tibor, Samueli elment vidékre. És hozták be a mindenféle ilyen gazdag parasztokat, meg stb., akinek aztán elvették a vagyonát, meg kommunikálták a Zsófit, tudják, kommunikáljuk-e a Zsófit, volt egy ilyen jelmondat akkoriban, a sajtóban. Te gazdag paraszt, kulák vagy, igen? Gajdeszba. Ez volt a bírói döntő, Gajdeszba. És kivitték, és az Árokparta nagyon lőtték. Szentesi Zöldi László van, egy ilyen újságíró, Szentesről származik innen a neve is, egyébként Zöldi László. Barátom, ő írt erről egy könyvet a Tanácsköztársaság szentesi rémuralmáról. Ott még azt is megcsinálta a Samueli, hogy egy embert kivégeztetett. Hát aztán kiderült, hogy ez az ember meg zsidó ember volt. Hát jó, hát ahol a fát vágják, tudják, acélleftás, ott hullik a szilárd. Ja, hát nem kell oda menni, stb. Nem is ment, vitték. Bement a kisfia, 15 éves gyerek. Te mocskos, te disztó, gyilkos kommunista. Te ki vagy? Most töletted meg az apámat, te tróger. Na, Gajdeszba. Kivitték, az apja még ki se hűlt, őt is agyon lőtték az Árokparton. Az Árokparton, ugye? Meg az Eperfa program, ugye? De szóval nem véletlen, hogy a Horthy korszak, amely a magyar újjáépítés, tehát Horthy az újjáépítő személyiség. Hát a vitézi rend nemzetes urainak ezt én nem tudok újat mondani, de tény az, hogy és azonnal befejezem, hogy 1919-ben a románok megdöntötték Magyarországon a kommunizmust, örök szégyenemre. Egy mentségem van, hogy én 48-ban születtem, tehát 30-29 évvel később, ezért nem lehettem ott. És Magyarország annyira a mélyponton volt, hogy úgy látszott, hogy Magyarország úgy jár, mint 1815-ben a negyedik lengyel felosztásnál Lengyelország, hogy megszűnik. 1815-től 1918-ig Piłsudski, vagy ahogy a Dunatében mondják, Piłsudski, marsall tábornok jöttéig, nem volt Lengyelország. 19-ben úgy látszott, hogy nem lesz. A románok tudják, meddig jutottak el? Megszállásba? Győrig. Igen. És ott együtt söröztek, gondolom én, a csehszlovákokkal, a csehekkel. Szóval az a térkép, amit itt mögöttem tetszenek látni, ez sokkal jobb, a Csonka részére gondolok, Csonka Magyarország részre, mint amit akartak. Mert a románok a Tiszáig akarták, a Tiszáig. A csehek azok Győrtől délre, itt akartak egy koridort, 200 km hosszan, 80 km széles, Keszthely az most vagy egy ősi horvát város lenne, vagy ősi csehváros, szlovák város lenne. Nem gond, a magyar kérdés, kik a barátaink, kik az ellenség? A magyar kérdés most napjaink, most az elmúlt 95 évben vagonkérdés. Tehát az a deáki demokratikus liberalizmus, amit a Deák Ferencék, a Kossuth Lajos és a többiek, de az itthon maradottakat, Tisza Istvánék, Betlen is meg csináltak, az a szomszéd népeknél, mint eszmetörténeti irányzat nem valósult meg. Romániában nem volt liberalizmus.
Volt egy-két liberális, a Kuza ezredes, aki a Principatere Unite 1859. január 24, ugye, a Moldva-Havasalföld Egyesülése, ő például felszabadítja a cigányokat, mint rabszolgákat. Aki cigánynak született, rabszolga volt. Nagyon érdekes. De a liberalizmus, mint olyan, a három szomszéd népet, szlovákot, románt és szerbet nem érintette meg. Ebből következik az, hogy ami történik azóta, hogy a magyar kérdés, vagonkérdés, és a privatizálják, kiprivatizálják a vagyonunkat, meg stb. Ölnek, gyilkolnak, stb. Ez ellenséges viszony. Mindig csodálkozok politikusainkon, amikor azt mondják, hogy például Martonyi, ő excellenciája, külügyminiszter korában, mindennél jobb a szlovák-magyar viszony. Mondja ezt 2011-ben. Úristen, hát akkor milyen lehetett régen? Te nem felel meg az igazságnak. Én tudom, voltam én pár évig diplomata, útlevéllel járkáltam én is a világnál, az nagyon jó dolog egyébként, és olyankor, tehát vannak helyzetek, amikor nem lehet elmondani, amit gondol az ember, de ő ezt is gondolta. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye szlovák-magyar alapszerződés, román-magyar alapszerződés, stb. És hát a Horthy korszakban megpróbáltak menteni. A Horthy korszak az egy kármentés, de olyan kármentés, ahol építkezés zajlik. 924-ben létrejön a Magyar Nemzeti Bank 30 millió korona aranykorona alaptőkével, kizárólag zsidó nagytőkések adják össze. Hát ugye a 19-es úgynevezett fehér terror után ők boldogok voltak, hogy adhattak. Tetszel tudni, a vörös terror, fehér terrorban az a lényeg egy mondatban, hogy először volt a vörös terror, és mit is mond Prohászka püspök? A naplójába? Meg lehet venni mindegyik katolikus könyvesboltba. A fehér terror nem más, mint a magyar nemzet lelkének a fölcsapása, föllázadása ilyen értelemben a vörös terror ellen. Ne tessék vörös terror csinálni, és akkor nem lesz fehér terror. De azonban viszont, ahogy a Horn Gyula szokta mondani, de azonban, bocsánat, nyelvfejesség. Ha vörös terror csinálunk, ne tessék csodálkozni, hogyha a magyaroknak elfogy a türelme, és fehér terror csinálnak. Hát bizony ez már csak ilyen dolog, mert a magyar az nem egy alja nemzet. Türelmesek vagyunk, de nem alja nemzet vagyunk. Ugye Nikolaj Jorga írta 905-ben egy kétkötetes német nyelvű abszolút könyvritkaság a Román Nemzet Története című könyvében. Svájcba adták ki, nekem megvan. Könyvtárba se lejtezték, nekem meg kellett Szegeden, hogy a puliszka nem robban. Hát az nem. Az nem robban. És jön a Horthy korszak, és attól kezdve a magyarság egy nagyon furcsa, a második világháború óta egy nagyon-nagyon furcsa helyzetben van, mert jön a második kommunista diktatúra, Rákosi Gerői, Farkas Mihály és Révai Józseffel, és amikor 91-ben vagy 92-ben egy Demszky Gábor nevű budapesti jeles személyiség feleségül veszi a Révai Józsefnek az unokáját, és mondjuk-e Antal Józsefnek, hogy láttad a híreket, hogy most délelőtt 11-kor volt az eskő, tudják, mit mondott a miniszterelnök? Azt mondta, hogy uraim, arra az úrra én egy szót se vesztegetek, aki déli 12 előtt smokingban jár. Így is lehet. Viszont tény, hogy a magyarság küzdelme azóta a függetlenségért, a gazdasági önállóságért van. Nem véletlen az, hogy nem tudom önöknek mi a véleménye a mostani kormányról, nem személyekről beszélek, hanem bizonyos szándékokról. Tehát a nemzeti függetlenség. Nehéz ám úgy nemzeti függetlenséget csinálni, hogy akármelyik amerikai tábornok azt mondja a hadügyminiszternek, hogy uram, hát ezt kellene már csinálni, meg stb. Nem kóser a katonai költségvetés, hát csak ennyi pénzük van maguknak. Na, speciál ebben én Amerika párti vagyok, ugye már erős magyar hadseregre szükségünk van. De most a magyar nemzet függetlensége az két vonalon sem stimmel. Az egyik a NATO, a másik az Európai Unió. Az EU nagyon sok pénzt ad ide. Viszont vannak negatívumai is, de most nem akarok erre kitérni, mert egy külön előadás lehetne. A másik pedig a magyarság szétdarabolása. Tessék a térképre nézni, ez a mostani helyzet. Igen,
amíg a pozsonyi hídfőt néztem. Ez a mostani helyzet. Így nagyon nehéz, mert ez egy olyan probléma, amit a térképen a vörös vonalak ábrázolnak, tehát hogy 10 országban, Csehországtól a Moldvai Csehországig, 10 országban, tessék utána számolni, vannak magyarok, hogy ez példátlan az európai történelemben. Mert a Lengyelország az nem volt 1815-től 1918-ig, de a lengyelek ott voltak 3 országban csak szétszakítva. A cári Oroszország, Kelet-Poroszország és Galícia Krakkóval. Mi most azonban úgy vagyunk szétszakítva, hogy az utódállamokban talán az egy Lengyelországban, mert tudják, itt a fönti két csücsköt a lengyelek levágták, 25 falu. Domonkos László, Konrád Szutarszki írt erről könyvet, volt lengyel nagykövet, meg egy Domonkos László nevű barátom, érdemes elolvasni. 25 falu került Lengyelországhoz. Ezt a területet leszámítva, ahol magyarok már nincsenek, de magyar emlékek vannak, mindegyik utódállamban magyar ellenesség van most. Mit tetszene gondolni? Az összes utódállam közül, térképen tessék kitalálni, melyik Trianon óta, melyik országban, belső arányait tekintve, melyik országban csökkent a leginkább a magyarság? Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, megmondom én, Románia, Horvátországban. Amúgykor ott ültünk Eszéken a magyar gimnáziumban. Az egy óriási épület, körülbelül 800 diák beleférne, és mondja az igazgató, hogy azt mondja, mit gondolsz, mennyien járnak ide magyarok? Hát mondom, 600-an. Azt mondja, nem, 56-an. De óvodáskor 6 évestől a 18 érettségig. Hát mondom, hogy? Azt mondja, hogy tudod te, hogy mennyi magyar volt 920-ban, amikor Trianon jött? Hát megmondta, 120 ezer. És most mennyi van? Mondom, nagyot csökkent? Nagyot. Hát akkor van 80 ezer, 70 ezer, 60 ezer. Megmondta, 11.400. Annak is a fele az Európai Unióba dolgozik. A magyarságnak, horvátországi magyarságnak a 92-93%-a megsemmisült. És ha ezt nézzük, akkor vigyázó szemetek Párizsra, 920 Versailles-ra vessétek, íme a jövő. Na most ez az az alap, ez nagyon szomorúan hangzik, tudom, ez az az alaphelyzet, ahonnan ki kell indulni. Kérem szépen, mi kell ahhoz, utolsó mondataim, mi kell ahhoz, hogy a magyarok viszonylag normális nemzetté váljanak, ugyanis most abnormális nemzet vagyunk, szétszórtság, anyagi kizsákmányos, stb. Már a privatizációra gondolok. Először is kellenek nagy személyiségek Magyarországon. Kellenek nagy személyiségek. Részben politikusok, részben pedig olyan értelmiségi emberek, akik tudnak valamit mondani a nemzetüknek. Mert az, hogy azt mondják a történészeink, a balosok, hogy a világ eddigi története nem más, mint osztályharcok története, hát ez egy elég nagy szamárság. És ráadásul volt osztályharc, de nem mindig reformáció például. Másodszor kell nagyon komoly, a megmaradt csonka országnak kell nagyon komoly gazdaság. Ha van komoly gazdaság, 3, akkor lehet komoly hadsereget csinálni. Lehet komoly hadsereget csinálni. Ezért örültem én, amikor az első 2002-ben, vagy mikor megvették az első Jas Gripen 39-es svéd gépeket. Én voltam az első kelet-európai politikus, akit a szerelő műhelybe beengedtek. Ez egy olyan 4-6-szor akkora terem volt, és 2 gépen ott dolgoztak. Jó volt látni, mert egyszer Magyarországon is repülnek. Talán. És ha van erős hadsereg, akkor még sok minden kell. Kell jó egészségügy. Kell jó egészségügy. Ez lehetetlen állapot, hogy a magyar katonatisztek átlag életkora nem 100 év, vagy 75 év, hanem 53 év. Mert infarktus, mert stb. És így tovább. Kell nagyon erős magyar kultúra, a végére hagyom a legfontosabbat, aminélkül mindennek, semminek semmi értelme nincs. Kell nagyon komoly kultúra. Kell olyan magyar tudományos akadémia, mint amilyen volt. Volt olyan tudományos akadémiánk, amikor Arany János meg a többi nagykörösi református gimnázium tanári karának a fele, valami 6-an akadémikusok voltak. Magyarok voltak, keresztények voltak, szabadságszerető magyarok voltak,
és magyar érdeket képviseltek, úgy tanították a gyerekeiket. Tehát új magyar generációk kellenek, és a legfontosabb a demográfiai helyzet. A demográfiai helyzet. Ha ezt nem sikerül megoldani, akkor körülbelül 100 év múlva, vagy 150 év múlva, pontosan nem tudom megmondani, a demográfus szakértelem kell ehhez, akkor a magyarokat úgy fogják mutogatni, mint ezelőtt egy pár év, amikor Kanadában voltam, de lehet, hogy korábban egy amerikai, USA beli, mindegy, megy az autópálya egyenesen, és egy nagy kanyart ír le, és a kanyar belső felén ilyen 5 méteres magas drótkerítés. Megőrültek ezek a praktikus amerikaiak? Nem, indián rezervátum volt. Na ott fognak bennünket mutogatni készpénzért. Ugye mi nagyon ostobán hangzik? Tessék megnézni a horvátországi demográfiánkat, és már látjuk is. Úgyhogy, és végül igen, még bocsánat, még egy számadat. 1900, hogy mit jelent ez a szétszabdaltság? 1986-ban Szegeden, az egyetemen, a könyvtárban, a történész szakkönyvtárban kezembe került, vagy a valamelyik szakfolyóirat. Egy szerző, egy demográfus írt egy tanulmányt, hogy mennyi lenne Magyarország lakóinak a száma, és abból mennyi lenne a magyar, hogyha nincs Trianon. Ugye ez a 86, ez már a rothadó Kádár korszak, már olyan szaga van a Kádár korszaknak, hogy már nem lehet megszagolni, olyan büdös. Tehát már lehetett ilyen soviniszta, hortista, irredenta, stb. Cikkeket írni. És a következőt bizonyította be az ember, a 910. évi szaporodási rátát, halálozási rátát, és az 1880, 99 és 910-es négy népszámlálás közötti magyarosodási rátát, hogy milyen arányban nőtt a magyarok belső arányszáma az összlakossági gond belül. Ezt a három szempontot figyelembe vette, és azt mondta, hogy ez így maradt volna. 86-ban Magyarország lakóinak a száma 36 millió lenne. Ebből körülbelül 30 és fél vagy 31 millió magyar, magát magyarnak valló, és olyan 5 millió, 5 és fél millió román, szlovák, stb. Nemzetiség. Gondoljunk csak tovább, ha ezt tovább gondoljuk, most van 2015, tehát 29 évvel később vagyunk már 86-hoz képest. Magyarország most reálisan számolva olyan lenne, mint Lengyelország, körülbelül 40 millió lakos, és abból olyan 35-36 millió magát magyarnak valló fiatal ember lenne. Ehhez képest, tessék a térképre nézni, 10 országban vagyunk szétszakadva, néha mind a 10 országban, Magyarországon is üldözik a magyarokat, de néha csak 9-be üldözik, néha csak 8-ba üldözik, de mindig üldözik valahol. Tehát akit üldöznek, az nem szaporodik. Most 10 országba szétszórva vagyunk körülbelül 11-12 millióan. A múltkor azt mondta a Kossuth Rádió, hogy hogy a Kárpát-medencében, a mindegyik országban, az egész Kárpát-medencében már nem éri a magyarok arányszáma, bizonyos számítások szerint a 10 milliót. Szerintem ez szamárság, de mert lehet, hogy 12. Na de bocsánat, mit is mondtam? A reformkorban is 11 és fél voltunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tehát vannak barátok, vannak ellenségek. A magyarnak a legnagyobb ellensége az a magyar tud lenni, ehhez képest a román soviniszták azok néha egész jónak látszanak, de azért ők róluk se vehetjük le a szemünket. Azt gondolom, hogy ha szembenézünk őszintén a magyarság helyzetével, akkor lehet, hogy vannak kiutak. Van nekem egy előadásom, az elszalasztott lehetőségek. 990 és 2000 között 5 vagy 6, két trianoni utódállam szétszakadt, Csehszlovákia és Jugoszlávia, egyik békésen, a másik háborúval, akkor lehetett volna valamit csinálni. Csak akkor nem volt olyan magyar kormány, amelyik megcsinálta volna. A történelem mindig hoz lehetőségeket, hogyha mi lelkileg rendben vagyunk, anyagilag rendben vagyunk, gazdaságilag rendben vagyunk, egészségügyileg nem is, katonailag rendben vagyunk, akkor minden jó megtörténhet velünk. És akkor a magyar nem pessimista lesz, hanem optimista,
derűs nemzet lesz, és akkor elmondhatja valaki azt, hogy lehet, hogy nehéz idők következnek ismét hazánkra, de a megszegett polgári kötelesség árán azokat megváltanunk nem szabad. Az ország alkotmányos szabadsága nem oly sajátunk, melyről szabadon rendelkezhetnénk. Hitünkre bízta a nemzet annak hű megőrzését, s mi felelősek vagyunk a haza, s ön lelki ismeretünk előtt. Ha tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak, gyerekeknek, unokáknak, dédunokáknak, szép unokáknak, megmentse az utókornak azon alkotmányos szabadságot, melyet őseitől öröklött. Tűrni fog csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és szenvedtek, hogy megvédhessék az ország jogait, mert amit erő és hatalom elvesz, az idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de miről a nemzet félve a szenvedésektől. Önmaga lemondott, annak visszaszerzése nehéz és mindig kétséges. Tűrni fog a nemzet, remélve a szebb jövendőt, s bízva ügyének igazságában. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, professzor úr, nagy ívű előadását, ami gyakorlatilag a 19. és a 21. század közti két évszázadot fogta át, de előzményekre visszatekintve az 1700-as éveknél is indított. Megkérdezem, hogy van-e még lehetőség kérdések feltevésére? Akkor kérem, hogy ne tartsák magukban, a mikrofont körbehordjuk. Parancsoljanak! Csak az a helyzet, hogy én nagyon radikális vagyok, és én nem tudok, csak fehérre tudok gondolkodni, nem jó. De én nem tartom olyan nagy embernek Kossuthot, hát én kisebben vagyok, de nem is tartom. Így sem. Ugyanis, ha összehasonlítjuk Széchenyivel, hol van Kossuth? Aztán a másik, én olvastam a Görgei öcsének, István öcsének leírt könyvét, vagy leírtát, ahol mi volt. Kossuth nagyon tudott lelkesíteni. De stratégia nem volt, és egymás után mentek át a hadsereg balról jobbra, jobbra, balra, aztán ruhájuk nem volt, fegyverük nem volt, élelmiszerük nem volt. Most akkor aztán visszatérek arra, hogy Görgei mindig bocskódiázta Amerikából is, hogy miért tette a fegyvert. Nem lehetett más csinálni. Le kellett tenni Görgeinek a fegyvert, ő így maradt. Azt mondta azért, mert nem alkudott az oroszokkal. Nem alkudott meg, nem lehetett más csinálni. 13 maradék ért adunk. Azok a nagyszerű emberek meghaltak. Ő pedig Amerikából üzengetett, és mondom, bocskondiázta Görgeit, miért nem marad itt? Hát azt mondták nagyságos azt, hogy inkább a koronára állítozott volna, de lehet, hogy ez szóbeszéd volt. De miért kellett őnek ezt csinálni? Nekem ezért többek között nem tetszik. Aztán a 48-as szabadságharcban nem. Március 15-én mit csinált Petőfi? Megírta a versét, és akkor elmentek, és elfoglalták a nyomdát, mert nem volt tévé, és nem volt rádió. Na most akkor mit csináltak Antalék? Facebook sem volt. Tessék? Mondom, Facebook sem volt. Az sem volt, igen. Na most a másik, hogy Antal úr, amikor megalakította a kormányát, miért adta át a médiát az SZDSZ-nek? Hát most is még mit tudnak a mai fiatalok? És a harmadik, amit még is tényleg le akarom fogni, mert nem akarom az idejüket rabolni. Én nekem megvan itt kettő könyvben öntöm. Adi Endre lehet, hogy nagy költő volt. De én nem tudom elvonatkoztatni, lehet biztos. Nem tudom elvonatkoztatni
hogy vérbajos volt, tehát abban nem lehet alkoholista volt, de, hogy hogy tudtak a nők vele, de az, az is az ő dolga, de miért mocskoltak a magyar népnek? Ha valaki nagyszerű ember, a műveltség kötelez, én úgy tanultam a szüleimtől, akkor ilyeneket nem merek megcsinálni, hogy a magán életében mit csinál, azt még csak-csak. Kellett neki szabadkőművesnek lenni? Kossuthnak kellett szabadkőművesnek lenni? Hát csak mocskolna. Most ugyanaz van, mint volt 14-ben, vagy a dicsőséges szabadság tanácsköztársaság alatt, aztán 45 után, most megint ugyanazt halljuk minden nap. Kornis mit mondod? Jobban utálom még titeket, mint ti bennünket. Most végzaváló magyarok vagyunk, Kertész Ákos miatt. Az Joe Eszterház mit mondott? Ha találkozol egy magyarral az utcán, akkor vár pofán, tudja, hogy miért kapja. Könyörgöm. Én nem vagyok jogos, nemzeti érzelmű vagyok. De én ezeket nem tudom megérteni. Köszönöm szépen. Közben mondom a választ, de itt volt vagy 10 kérdés, de nem tudok mindegyikre válaszolni. Először is a Kossuth-Széchenyi vita. A Kossuth-Széchenyi vita 150 éve zajlik magyarok között. Az elmúlt 70 évben, vagy 990 előtt akkor nem zajlott, mert akkor Kossuth volt a nagy, meg a Petőfi, és Széchenyi meg egy arisztokrata. A helyzet az, hogy 1841-ben a Széchenyi István gróf írt egy könyvet. Az a címe a könyvnek, hogy Kelet népe. Ajánlom tisztelettel a figyelmükbe, kicsit régies a nyelvezete. Ő ott megtámadja először Kossuthot, és azt az érdekes mondatot mondja, hogy meglássátok, magyarok, hogyha Kossuthot vezető szerepre engeditek, tönkre fogja tenni az országot. A helyzet az, hogy én ilyen széchenyista kutya vagyok, mint konzervatív és reformkonzervatív. Kossuthnak vannak bizonyos nagyon jó tulajdonságai, de most nem akarok a vitába belemenni. Annyi bizonyos, hogy akkor tudunk mi kossuthi politikát folytatni, hogyha például nagyhatalom lennénk. Tehát, hogyha erőből lehetne politizálni, de úgy nem tudunk, hanem építkezve kell csinálni. Apró építkezés, ami sok-sok, a politikusaink részéről sok-sok, kicsit ilyen, mint Rejtő Jenő írja, a zsidó ember volt, mint Seila, vagy kicsoda a hastáncos nő, ilyen politikai, diplomáciai mozdulatokkal, erőség kicsit meg az is. Kossuth nem, ő kemény ember volt, megmondta a szerbeknek Pozsonyba, nem tudunk megállapodni, beszéljenek a kardok. Beszéltek is. Széchenyi azonban az átgondolt építkező ember volt. Most Magyarországnak a Széchenyi féle nagyon illiberális magyar építő gondolatra van szüksége megítélésem szerint. De hát erről órákat lehetne beszélni, hogy Széchenyi miről mi volt a véleménye, meg Kossuthnak miről mi volt a véleménye. Az, hogy nem volt fegyver, meg stb. Hát kezdtek Gábor Áron, Lészen, Ágyú, meg stb. Hát nem volt semmink. Semmi nem volt. Hősiesen próbálták. A másik volt, mi is volt? Adi. Ja, Adi. Hát itt van két Adi könyvem, és most készül a harmadik, az egy ilyen nagy vastag kötet lesz, 3 kötetet engedett a kiadó. Adi Endre egy baloldali ember volt, megítésem szerint óriási költői tehetsége volt, bizonyos. Babics azt írja Kosztolánynak egy levelében, hogy 20-as években, hogy Adinak körülbelül 30 nagy verse van. Tehát nem több száz, hanem 30 nagy verse. Én ezekben a könyveimben nem Adi verseit elemzem, mert természetesen ismerem mindegyiket, többször olvastam a teljes Adi életművet, hanem Adi újságíróként és tanulmányíróként, főleg hírlapíróként írt 11 kötetben elolvasható tömérdek prózát. Ebből az rajzolódik ki, amit ön is mondott, hogy voltak célpontjai személyek, emberek, férfiak, akiket állandóan támadott. Ezek a személyek, mondok 2 papot, Prohászka Ottokár,
székesfehérvári megyés püspök, de őt már akkor támadta, amikor 902-ben vagy 3-ban Prohászka még nem volt püspök, még álmában se volt, hogy püspök lesz. Nagyváradon volt egy előadás, és attól kezdve az Adi élete végéig támadja Prohászka Ottokárt. A másik, akit nagyon gyűlöletesen támad Adi, már úgy nem, hogy gyűlölködve, az a gróf Majláth Gusztáv Károly, gyulafehérvári erdélyi római katolikus megyés püspök, aki az erdélyi katolikus iskola rendszer megalkotója. Az egyik legnagyobb püspök. Hát tessék elolvasni a magyar katolikus lexikonban, ott csak mindegyikről egy oldalt írnak, hát a félelmetes életműve van mind a két püspöknek. A politikus személyek közül pedig, akiket a legjobban gyűlölte Adit, a harmadik Adi kötetemben egy komoly fejezet lesz, vagy öt alfejezet, négy vagy öt alfejezetből, Adi Endrés Tisza István gróf. Ugye Tiszát gyűlölte a legjobban. Na most megítélésem szerint a 20. században a három legnagyobb politikusunk az a Tisza István gróf, a Horthy Miklós, aki kényszer politikus, államfő, tehát ő a napi ügyekben nem vett részt, ezt a Bethlen István intézte, és a Bethlen István. A második vonalban vannak olyan fickók, mint gróf Aponyi Albert. Na most a Tiszát meg az Aponyit Adi haláláig, mind haláláig gyűlöli. Amiket csak Tisza Istvánról írt, szeressétek őt is, a vadgeszti bolondot, úrnak, magyarnak egyként rongyot. Az ember esze megáll. Aponyiról borzasztó dehonestáló dolgokat írt Adi, de amikor az Adi Lajost, az Endre öcsét, a Lajost, aki szintén szabadkőműves volt, csak egy másik páholyban Budapesten, el kellett Budapestre hozni az Ilai gimnáziumba, ahol segédtanár volt, akkor Adi fölvette a Ferenc Jóskát, és elment a Ferenc Jóska, ez egy ilyen hosszú zakó volt, tehát nem a személyre kell gondolni, hanem a Jackie-ére, és elment Aponyihoz, és Aponyi, tetszik tudni, mit mondott Adinak? Tudja, fiatalember, én nem kedvelem az ön költészetét, sokkal jobb lenne, ha a költészetét a magyar nemzet szolgálatába állítaná. Ez azt jelenti, hogy nem a zsidók szolgálatába állít, csak Aponyi egy karlsburgi jezsuita iskolába érettségizett, és tudott magyarul beszélni, úgyhogy ki is mondta meg, értette is, meg nem is durváskodott. És azonnal következő szeptember 1-től a Markó utcai Magyar Királyi Állami Főgimnáziumnak lett a katedrával rendelkező dupla fizetéses tanára az Adi Endrének az öccse. És aztán a koalíciós politikusokat, a Vekerle Sándort, az ifjabb gróf Andrássy Gyulát, a nagy Andrásnak a fiát, akit Duci bácsinak neveztek, ő a meghalt testvére lányát, a Károlyi Andrássy Katinka grófnőt nevelte föl, akit majd a Károlyi Mihály vesz el, de jure törvényesen feleségük. Az az igazság, hogy ha Adinak a gondolatmereteit higgadtan megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Adi a radikális szabadkőművességnek a radikális liberális eszmét hangoztatja. Ezt a három kötetemben, hát kettő, még az egyikből már csak kettő van, de talán a kocsimban van még, akit érdekel, általános titkos választójog. Az ország egalitárius, ez a tipikus primitív baloldali egalitárius egyenlőség gondolata, és a harmadik nagyon fontos, a Magyar Királyság megszüntetése, népkormány, népparlament és népköztársaság, ezért kiáltja majd ki Károlyi Mihály gróf kormánya, benne 3 szabadkőműves miniszter, 8 szabadkőműves államtitkár, 3 meg 8 a 11, a 11-ből 10 izraelita, Friedrich István nem, ő azonban a nyugat-magyarországi kérdésben a magyarok mellé áll. Tessék elolvasni, miket ír róla a Tormai Cecil, de hát nem csak a Tormai Cecilből lehet ezt megtudni. Tehát a helyzet az, hogy az Adi könyveimre a mostani baloldali értelmiség egy szót se szól. Egy szót se szól. Középjobb értelmiség. Van a Hitel című Csóri Sándor, Bíró Zoltán, stb. Vagy egy Ablonci nevű ember. Azt mondja, hogy én egy zugtörténész vagyok, mert Adinak a vérbajait számolom. Ha elolvasná a könyvemet, egy nyilatkozatomat olvasta ez az Ablonci úr. Ez a legnagyobb magyar élő, két lábon járó magyar színház történész, ez az Ablonci. Én meg válaszolok neki a második Adi könyvem egyik lábjegyzetébe, csak nem olyan durván, mint ő, hogy szóval az a helyzet, hogy a Zeisel Endre, aki most súlyos beteg, Zeisel
orvos, genetikus orvos professzor. Ő írt egy nagy vastag könyvet, én kölcsön kaptam, mert én nem tudok könyvet venni, mert nincs rá pénzem, én csak írok könyveket, de nem veszek. Kölcsön kaptam, magyar írók élete, vagy nem is tudom mi a pontos cím, egy nagy vastag kemény fedelű könyv, amiben Ady Endréről 40 oldalat ír. Leírja, ő hozzájutott Ady Endrének a titkosított orvosi jelentéseihez, amik nagyjából mind megmaradtak. Még a kolozsvári Lechner klinikának a, mert mindig beutalták, mert tényleg. És a Zeisel írja, én csak idézem, hogy Ady először Nagyváradon kapott vérbajt, és Párizsba megy kétszer. Mert a tünetek jelentkezéséből egy orvosnak ez kismiska ezt megállapítani, én nem értek hozzá. De ez a legkisebbik baj, ez Adinak a halálköltészetét csinálta. 1909-ig, amíg egy Ehring nevű német orvos ki nem találja a Salvarsant, a vérbajnak a kicsit lehetett vele gyógyítani, húzni az életet, kihúzni egy kicsit, de ezt már Adinak nem vették meg a 60-i Lajosék. Az italra adtak neki pénzt, meg a nőkre, meg a szanatóriumra, de a Salvarsant nem vették meg, nagyon érdekes dolog, hanem az alkoholizmusa, azt írja Zeisel, hogy Adinak 4 vagy 5 olyan betegsége volt, amiben külön-külön meg kellett volna halnia. Ady fizikuma, mint a bivajé, olyan erős volt. Tessék elképzelni, hogy napi 3-5 liter bort ivott. Napi 5 doboz huszálával, 105 doboz cigarettát szívott, a Veronálból, altatóból, most is van Veronál, ugye? Azt hiszem, mint a valet volna. Veronálból annyit beszedett, hogy egyszer Párizsban, Veronál mérgezésben majdnem örökre elaludt. Aztán fölrocsolták meg, stb. Tehát egy nagyon tragikus sorsú, olyan ember, aki a verseiben, a politikai verseit, a verse nagy részét a budapesti Ötvös nevű szabadkönyves páholy, Ötvös József rendezett szabadkönyves páholy ifjúsági szervezete, a Galilei Kör minden évben írt március 15-re a galileisták fölkérésére egy politikai verset, Tűz márciusa, stb. Stb. Ezek nagyon jól megírt versek, jambikus, visszatéri a jambikus, hosszú nem akarok verstörténetet mondani. A lényeg az, hogy, nem hitből írta a politikai verseit, egy részét hitből írta, a másik pedig készpénzért. Onnan lehet tudni, hogy amikor egyszer a galileistáknak nem volt pénze, hogy fizessenek, mert az Ötvös pályból nem kapták meg titokban az apanást, akkor Ady följelentette őket. Nagyon érdekes, nagyon furcsa, furcsa személyiség, és baloldali eszmevilága van. Igen, ehhez? Magyar tanárként nem állom meg, bírom mikrofon nélkül, hogy ne kelljek védelmére Adinak. Még mindig a vérbajnál, meg az alkoholizmusnál. Ne, a könyveimet tessék elolvasni, én csak a hölgynek válaszoltam. Azért is jöttem, hogy vegyek könyvet. Na, borzasztó, de hölgynek is mondom. Azt mondta a tanár úr, hogy a magyarnak legnagyobb ellensége. De hát miért kell megint Kossuthot Széchenyivel, miért nem tisztelhetjük mind a kettőt valamennyire? Miért nem becsülhetjük, miért nem lehetünk büszkék rá? És Adinál is a teljesítmény a lényeg. Leveszük a politikai verseket, rendben van. De ott van az... Pont ezt akartam mondani, ott van az a nagy verseny. Ott van az életmű. Van egy Paul Johnson nevű angol konzervatív történész, van egy könyv az értelmiségiek. Rousseau, Sartre, Ibsen, Shelley, Marx, Hemingway, sorolhatnám. Alkoholisták voltak, törvénytelen gyerekeik voltak, némelyik vérbajos volt, mondhatnám, és borzasztó rossz természetük és önző emberek voltak. De a teljesítmény, mindenkiről lehet rosszat mondani. Mindenki. Hadd mondjak el, tanár úr ismeri. Aki esetleg nem ismeri, 2 Ady vers sort. Nem, abszolút, ez így helyes. 2 verset, ugyanaz a személy írta. Mióta ember néz az égre, vörös csillag volt a reménye. Ez az egyik. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet, ősi retetű. Az egyik a szemét, írta Ady Endre, a másik a világ egyik legnagyobb szerelmes verse, írta Ady Endre. Na most, tessék? Köszönöm szépen, mint Hegedűs Lóránt püspök úr, mindent tudott Adiról. Azon megnyugtuk az orrát, és órákat. A helyzet az, hogy,
hogy lehet, hogy 30 nagy verse van Adinak, csak, mint ahogy Babics írja Kosztolainak, én Babicsot nagyon szeretem, viszont azok világnagyságú költemények. Világnagyságú költemények, tehát én azzal egyetértek, és ha eltetszik olvasni a könyvben, én ezt hangsúlyozom, nem szabad félreérteni, hogy Adit én egy tragikus magyar tehetségnek tartom. Ha a prózáját nézem, 11 kötet, én azt többször elolvastam a fejembe, szortíroztam, stb., hogy az kell a szakma szabályai szerint, és azt látom, hogy egy, amiket mondtam, nem ismétlem el, egy baloldali, radikális személyiség. Nem véletlen, hogy most minden baloldali ünnepségen Adi politikai verseit nyomatják. De ha a költeményeit nézzük, Adinak egyébként volt, a harmadik költem pont erről szól, 908-ban a Dugdugaffér című cikkét megírja, akkor ki akar lépni ebből a csapatból, és nem engedik. És mert hogy hát ezért a Szabadkönyves Zsoltban, az első kötet Szabadkönyves Békjóban. Ezt tessék elolvasni, mert nincs időm, hogy elmondjam az érveket és az ellenérveket. De az biztos, hogy most volt Pesten egy előadásom, nem tudom hol, a Deák Kossuth vitája a kiegyezésről. Valaki deákista, Adi kossuthista. Na de, mind a kettő őrült nagy magyar ember volt. Mindegyiknek megvannak a maga racionális és komoly érvei. És amikor akármit mondok, vagy a hölgy néz rám úgy, hogy nem értek egyet önnel, vagy a tanár úr néz rám úgy, de ez így van rendjén. Én mind a magyarokban megpróbálom megkeresni a nagy, tessék? Igen, ez pont egy furcsa dolog. Mindegy, még valamit akartam mondani. Szóval Adi abban a szellemi közösségben volt, és ez fontosabb, mint amit a Czeiser professzor, meg én is, hogy vérbaj, meg stb. Az az ő magánélete volt, és szörnyen nagyon tragikus sorsa volt. Minden a másé, stb. Amikor elvesztették a Lédába. Hát ugye a liberális züllöttség férfia volt Adi. Tehát annyira züllött volt, hogy arra nem találok szavakat, nem tudom, tanár tudja-e, hogy megszenvedte. Az igaz, például a Pócsi Mária, a világ egyik legszebb istenes verse. És tetszik-e tudni, tanár úr, hogy Hatvani Lajosnak mit írt a levelébe Ady Endre? A harmadik Ady könyve benne lesz. Tudod, Lajoskám, én írok szép istenes verseket, de bevallom neked, nem tudok hinni az Istenbe. A Szent Imre vagy Szent Margit gimnáziumnak egy katolikus papa vezetője azt mondta nekem, hogy tudod, ő kereste az Istent. Ez önmagában véve nagy dolog. A Krisztus kereszt az erdő, gyerekkorom óta, gimista korom óta az egyik kedvenc vers. A Krisztus kereszt, ez meg a Pócsi Mária, a világ legnagyobb. Például karácsony, óriási versei vannak. A szerelmes verseiben, Adiban akkor kezdődik egy furcsa fordulat, még ezt elmondom, és akkor tényleg befejezhetjük, ha nincs több kérdés, hogy ...1917-ben, amikor már ő lefelé megy, amikor már a bonca, az öreg bonca lánya, a feleség, ugye 15 eleje óta, és megteremti a mostani Adi Múzeumban a lakást, ahol Adinak egy él. Azt írja egy Vezér Erzsébet nevű zsidó SZTSZ-es nő teljesen pontosan, hogy Ady Endre hotel szobák lakója. Képzeljek el olyan embert, akinek nem volt soha lakása. A szállodái szobába ment be. Déli 12. Megszakad a szívem. Nekem megszakad. Mert sokkal jobb hazament. Deák Ferencről azért lehetne beszélni, ugye? És 17-ben akkor már előjönnek a betegségek, amiket halálpontosan le tud írni a Czeiser professzor, aki szintén baloldali emberem, nem érdekel ebből a szempontból. Adi ír egy cikket. Na, ezt olvasta el valaki, tanár úr, Korrobori. Egy törzs, indián törzs, vagy nem tudom, milyen afrikai törzsnek. A Korroboriban, na hát, ha tudtam volna, hogy így előjön, akkor elhoztam volna a cikket, egy perces, azt írja, hogy a francia nemzet, amelyik a világ első nemzete, írja Adi,
Úgy keletkezett, hogy a latinok bementek a frank birodalomba, a frank törzsek elosztalolvadtak, és létrehoztak a latinok legjobb tulajdonságaiból, meg a frankok legjobb tulajdonságaiból a világtörténelem legkomolyabb nemzetét, a franciát. És most pedig itt van közöttünk legalább 1 millió zsidó, több volt már akkor, 17-ben, mert ugye Galícián rácsaptak az oroszok, és jöttek idefele a zsidó Budapestre. Mi, a magyar, írja Adi tovább, hogy több mint 1 millió zsidó, és mint az közismert, írja Adi, a magyarok nem képesek kultúraalkotásra. Ez egyik legnagyobb hazugság. Én úgy tudom, hogy képesek. Azt írja Adi, hogy Szent István óta nem volt egy komoly magyar emberünk se. Csak ő, természetesen, meg az Ignótusz. Ezek túlzások, hülyeségek, de a lényeg, mit ír Adi, hogy fejezi be a cikkét? Mi is csináljuk azt, magyarok meg zsidók, hogy olvadjunk össze, támogassuk a vegyes házasságokat, tessék elolvasni, egy oldal az egész, 3/4 oldal, és hozzunk létre egy új, teljesen új nemzetet, mert nekünk a kultúrára képtelen magyaroknak úgy sincs már jövője a Kárpát-medencén. És hozzunk létre egy új nemzetet. Na most Adi ezt megírta, kalligrafice, ugye, ceruzával, és bevitte a kis Fleischmannhoz, Fenyő Miksa, a Fenyő Miksához. Bevitte, odaadta neki, az ott mindjárt elolvasta, és azt mondta, hogy Bandikám, tudod most, ja, igen, tudod, most cenzúra van, most ezt nem publikálhatjuk. Ha föloldják a cenzúrát, akkor mindjárt publikálják. És betette a 917-es, évente vannak a mappák ott a nyugat kézirataiban. A nyugat egyébként elolvasható az elektronikus könyv, a Mac-ben, a interneten számonként rá lehet kattintani. Megvan önnek? Az egész nyugat nem eladó véletlenül? Ja, de hát ott, én is ott olvasom, persze. És tudják, mi történt? Nem közölték, majd csak már a Horthy fasizmus idején, 924/1-es számba nyugatba közlik a korroborit. Ez Adi szellemi és erkölcsi életében a mélypont, amikor azt mondja, hogy a saját nemzete, a zsidó, ja, a zsidó, szó szerint idézem, mi a városépítéshez hatokrök, mi magyarok a városépítéshez hatokrök vagyunk. Köszönjük meg a zsidóknak, hogy fölépítették nekünk Budapestet. Akkor megyünk a hősök terén át kocsival, vagy gyalog, mindig mondjuk, hogy danke schön, stb. De ez csak vicc. Kultúraépítéshez abszolút nem ért a magyarság, és ezért aztán a tehetséges és jól mozgó zsidósággal összeolvadva francia és latin mintára hozzuk létre egy új nemzetet. Tehát de facto Adi kilép a nemzetéből. És ezt én annyira nem kedvelem. Ezt én nem kedvelem. Adi Endre korrobori, tessék elolvasni. A-E-Ö-P-M, Adi Endre összes prózai művei, internet, 11. kötet, 156.-7. számú írás, ott vagy korrobori. Érdemes elolvasni. Tehát Adi egy nagyon-nagyon-nagyon kétarcú egyéniség. Én nagyra tartom a sok-sok verseit, mert amikor megismeri a Csinszkát, még ezt elmondom, és akkor tényleg mehetnek haza, mert elkezdek Adiról beszélni, akkor nekem annyi, önöknek meg még inkább. Még egy mondat, négy mondatot tessék megengedni nekem, hogy ugye Adi zsidó hölgyekkel barátkozik, ami az ő magánügye, semmi közünk hozzá. Kisnői csukák, Bőm, a Bőm lány, ugye, aki Karinti írja majd, tetszenek tudni, a így írtok tibe gúnyai Adit. Persze, mert a felesége lett a Bőmlány. De ez csak egy érdekes dolog, ez nem számít. Hanem egyszer csak Adi ír egy levelet, mert leveleztek. Hála Isten, nem volt e-mail, hanem papíron leveleztek, és ezek nagyjából megmaradtak. Ír egy levelet a Hatvani Lajosnak. Lacikám, képzeld, megismerkedtem egy fiatal csitrive gyereklánnyal. Református, mint én. Erdély, félmágnás. Nem írja a nevét, hogy Bonca Bertuka. Azt hiszem, hogy... Ja, igen, Lacikám, te tudod fajtád nőihez való kapcsolatomat. Most megismertem, stb. Leírja, hogy megismert egy keresztény református. Ráadásul pont az ő vallásába tartozó lányt. És úgy gondolom, Lacikám, hogy ezt a lányt én feleségül veszem, de adjál tanácsot, mit tegyek. Hatvani válasza is megmaradt, hála Istennek, az idesnek, az édesanyjának a leveles ládájába. Bandikám, én a Deutsch.
azt írom neked, csak óvatosan, te én, Báró Hatvani, azt írom neked, csak rajta. És akkor Adi feleségű veszi a lányt, a Léda verte fizikailag bántalmazta Adit, vér alá futás, stb. Az Adi Lajos könyvét tessék elolvasni, meg a Dénes Zsófia akkor a hársa kép szerettek, stb. És az Adi megverte a Csinszkát. Na most ez előfordul, már, tehát a családon belüli előszakról a Norvég Alap által támogatott Nők a Nőkért Egyesület, erről sokat tudna önöknek mesélni, hívjátok meg őket, kérlek szépen, jó, ez csak vicc volt. Úgyhogy nagyon-nagyon tragikus sorsú ember volt. Nagyon. És nem tud annyira aljas, balos, vérbajos, züllött tróger lenni, hogy ne tartsám világtörténelmi nagyságú költőnek. Köszönöm a figyelmüket. Igen, még van. Ebből a vérbajból nem kellene nagy tragédiát csinálni, mert abban az időben a neves emberek, mondhatni magyarul, celebek, mert körülbelül 80%-a vérbajos volt. A Gustav Klimt, a Beethoven, a Schubert, Ulyanov, ugye más néven velünk. Tehát ez nem egy kívó eset. Persze, hát csak egy új celeb, magyar hungarian celebet mondok. 1855-ben meghalt Vörös Marti Mihály. Én még úgy tanultam a Pécsi Széchenyi Gimnáziumban, ahol 5 évig jártam, már harmadikat meg kellett ismételjem. Megbuktam magyarban, többek között, fizikából, stb. Hogy a haza bánatán a levert forradalom iránt az idegei tönkrementek, és felnőtt korban tudtam meg, hogy hüdéses, vérbajos hüdéses, elmezarba halt meg szegény Vörös Marti apánk. Tehát valóban ez tényleg így van, népbetegség volt. Népbetegség. Igen. Azt hiszem, hogy folytathatnánk még, de visszaélni sem szeretnénk a vendégünk türelmével és erejével. Megkért engem közel egy órája, hogy jelezzem, hogy jelentős kedvezménnyel kaphatók a könyvei, valamennyi 3000 forintért, úgyhogy nem csak ennyi van, mint amit az asztalon látunk, hanem tudunk behozni. Szívesen dedikálja a könyveit, de még mielőtt elbúcsúzunk, egyfelől hadd köszönjem meg, hogy megtisztelt bennünket. Rendkívüli volt az a társaskörünk életében, hogy ellátogatott hozzánk. Jó egészséget kívánok! Áldott műsorokat! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!